Sziasztok! Ma egy nagyon népszerű süteményt készített el Alexa, és ez a zserbó. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok recept van, de van egy recept, amit én azért csináltam meg, mert engem erre a régi igazi zserbóra emlékeztet az íze. Ezt a receptet ezt úgy kaptam, hogy az öcsémnek van egy kolléganője, aki sütött zserbó tortákat karácsonykor, és hozzánk is elkerült ebből egy, és azt mondtam, hogy úristen, ez a legfinomabb, amit valaha ettem. Úgyhogy elkértem tőle rögtön a receptet, és mi is ezt megcsináltuk. De arra figyeljetek a tortánál, hát ugye mivel, hogy én még csak először készítettem ilyet, egy kicsit botladoztam ebben a témában, hogy ugye ki kell vágni magát a körformát, és hogyha van megfelelő formátok, akkor egyébként ha kinyújtjátok a tésztát, csak így belenyomjátok, és akkor rögtön megvan az a kör, mert így leszakad konkrétan ez a tészta, amire szükségetek lesz, és akkor ebből hármat kell csinálni. Én meg úgy csináltam, hogy beletettem, rátettem szépen a tölteléket, és akkor utána a következőre ugye rájöttem, hogy hoppá, mert nekem nincs alja ennek, hanem csak, tehát ugye nekem csak egy kör van, egy forma, és akkor az alján pedig volt a sütőpapír, tehát már nem tudtam új kört ezzel kimérni, úgyhogy így jártam, és akkor ott elbénáztam, és akkor utána így belepakoltam, és le kellett körbe-körbe vágnom a tésztát a formában, ugye, mert hogyha most ott benne hagyom, akkor vagy behajtom, vagy felhajtom, és akkor már nem, ugye, tehát akkor már nem lesz ilyen szép torta, de aztán végül nagyon szép lett, tényleg gyönyörű lett egyébként a belseje is, szép réteges, és valami isteni finom. Nézzétek meg, hogy ez hogy készült, és akkor, hogyha van ötletetek, akkor természetesen várom tőletek, hogyha valamit másképp csinálnátok. Úgyhogy mi most így készítettük el, nézzétek meg! Elsőként a száraz összetevőket fogom beleönteni, kezdjük 25 dekagram liszttel. Ehhez hozzáöntök 2,5 dekagram cukrot, és 1 dekagram élesztőt. Végül a száraz összetevőkből csak egy csipet só maradt hátra. Most ezt az egészet összekeverjük. Ehhez most hozzákerül 10 dekagram vaj, ugye megolvasztva, fél decilliternyi tejföl, és végül egy tojássárgája. Ezt az egészet most összekeverjük, és összegyúrjuk egy tésztává. Ha a tésztánkat összegyúrtuk, három részre osztjuk. És ezután el is készíthetjük a tölteléket. Először is kimérünk 15 deka lekvárt. Mi barack lekvárt fogunk használni, és ehhez hozzáöntünk 5 dekagram cukrot. Ezt most szépen összekeverjük, és igazából kész is van a töltelékünk. Majd ugye rétegezni fogjuk ezt a lekváros masszát ugye a tésztánkra, és arra fogjuk majd rászórni a diót. Kész is van a töltelékünk. Következő lépésben kinyújtjuk kör alakúra a tésztánkat. Ugye nyilván akkorára próbáljuk, mint amekkora a sütőformánk. Mielőtt elkezdjük kinyújtani a tésztánkat, melegítsük elő a sütőnket 180 fokra.
Na most hozzánézzük ugye a formát a tésztához. Nagyon fontos, hogy ugye a tésztánk ne legyen kisebb, mint maga a forma, és így ugye méretre tudjuk majd utána vágni és belerakni a formánkba. Most körbe is vágjuk a formánkat. Most hozzuk a tésztát és belerakjuk a formánkba. Szépen lenyomkodjuk körbe a szélét, utána rákenjük a lekvárunk felét és rászórjuk a diónk felét. Most pedig jöhet a diónk fele. Ha ezzel megvagyunk, jöhet a következő tészta réteg, és azt is ugyanígy rétegezni fogjuk lekvárral és dióval. Jön a következő réteg. Itt is szépen lenyomkodjuk a szélét, és utána jöhet rá a maradék lekvárunk. És jöhet rá a maradék diónk is. Ezután kinyújtjuk majd az utolsó adag tésztánkat is, és rárakjuk a tetejére. Ráraktuk az utolsó adag tésztát is, úgyhogy most bekerülhet a sütőbe, és fél órán keresztül fogjuk sütni. És most betesszük a sütőbe. Letelt a fél óra, elkészült a sütemény, de tűpróbálva meg is nézzük a tésztát. És nem ragadt rá, úgyhogy készen is van, kiszedhetjük a sütőből, és már csak a glazúr kell rá. Körbevágtuk a sütinket, és most levesszük róla a formát. Egyébként nagyon-nagyon jó illata van. Most pedig átfordítjuk a süteményünket, hogy a szebb oldala legyen fölül. Nagyon szép lett. Most pedig megcsináljuk hozzá a glazúrt. Először is egy evőkanálnyi vajat belerakunk ebbe a kis tálkába, és hozzáöntünk 10 dekagramm étcsokoládét. És ezt most megolvasszuk. Még egy kis vajat tettünk bele, hogy még folyékonyabb legyen. Amikor már kelhető állagú, akkor levesszük. El is készült, úgyhogy most rárakjuk a sütinkre. Szépen késsel elkenjük rajta a csokit. Az, hogy az oldalát is körbekenitek-e, az opcionális. Mi most nem fogjuk. El is készült a süteményünk, úgyhogy már csak azt kell megvárnunk, hogy teljesen kihűljön, és szeletelhetővé váljon a sütemény, de az a legjobb, hogyha be tudjuk rakni egy estére a hűtőbe.
Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, kommentben várom, hogy ha ti másképp készítitek el a zserbót, illetve tudtok nekünk messengeren írni a Facebookon, tudtok minket követni Budapesti Família néven, mind a Facebookon, mind pedig az Instagramon, tudtok nekünk levelet írni a lent látható levelezési és e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!